Most pedig Istenünk igéjét nyissuk majd meg, és az ige olvasás után, majd ige olvasás és imolvasás után, imádkozás után elbocsátjuk gyermekeket, majd korosztályuk szerint a csoportokba. Máté Evangéliának a 13. rész első versétől olvassuk az Istenünk igéjét. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példálatokban. Ime kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfére esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem volt mélyen a földben de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőtek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit, akinek van füle, haja. Majd a 18. verstől folytatjuk. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát, mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve. Ez az útfére esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tősek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de világ gondja és gazdagsága csábítása megfolytja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Imádkozunk. Mennyire édes atyám, szívvel, de mégis szorong állok, állunk itt szenti jelenlétedben. Olyan sokszor olvassuk ezeket a drága sorokat, igéket, mégis mindig, amikor szembe találkozom, találkozunk vele, akkor mindig megítéri a mi életünket. És mindig egy leltára kényszerít bennünket, hogy vajon az én szívem, az én életem, melyik földhöz hasonlít. Úgy szeretnénk azt, hogy amíg a te szent égét hangzik, addig a szent élek kitisztogatná ami mi köves talajokat, köves dolgokat, ami életünkből, minden kártevő, kártevő gyomot, uram, kiírtanad, minden tövést uram, minden bántást, minden olyan dolgot, ami akadályozza, hogy termésre forduljon a te jó magod, Uram, a mi életünkben. Hiszen erre hívtál el bennünket, hogy teremjünk 30, 60 vagy 100 annyit. Urunk, segíts meg a te népedet, hogy befogadja és termőre forduljon az életében a te ígéd, Uram. Megvalósítsuk a következő napokban mindazokat, amit itt hallunk a te nagy neved dicsőségére. ám meg a te szolgádat vett szentketetben, Uram, hadd legyen eszköz csupán, hadd mondd tolmácsolja számunkra mindazt, amit szívére helyeztél Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, a gyermekek pedig akkor így a foglalkozásra indulnak, az ő Isten tiszteletükre, az ő alkalmukra. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntök mindenkit, akik eljöttetek, és ezt a délelőttet arra szántátok, hogy Istentől is tanuljunk. Nem egyszerűen Istenről szeretnénk tanulni, hanem az Istentől. Nem Paróci Zsoltól, az ige hirdetőtől, hanem ha nyitott a szívünk, akkor az alkalom alatt is, ahogy figyelünk, a Szentlélek, vagyis maga az Isten fog bennünket tanítani és ez az éva tanítványságnak az éve, legalábbis ezt tettük oda az Úr elé, úgy gondoljuk, hogy ebben szükségünk van növekedni, fejlődni az egész gyülekezetnek és egyénileg is. A tanítványá formálódása éve is itt a Földön élünk, itt küzdködünk, itt dolgozunk, itt van családunk, itt vannak a gondjaink, mégis közben már Isten országa, a mennyek országa is itt van közöttünk, és amit nagyon szeretnénk, hogy ott legyen bennetek, ott legyen bennünk. Ne csak messziről csodáljuk az Isten dolgait, ne csak nézzük és ámuljunk rajta, hanem legyünk benne. Egészen más gyönyörködni egy búzamagba, és egészen más, amikor bekerül a földbe, és új növény lesz. És sokszoros termést hoz. Amíg csak gyönyörködünk benne, és nézegetjük, addig nem tud termést hozni. Be kell kerülni a földbe, a szemünk elől elrejtettem, hogy valami csoda legyen. Így van az, hogy az emberi szív alkalmas arra, hogy Isten szava, Isten igéje, Isten üzenete valami forradalmi változást hozzon benne, és valóban a gyümölcsözéshez, a gyümölcsterméshez hasonlóan az életünk kinyíljon, és abból áldás áradjon. És már az elején le kell szögezni, hogy Isten erre teremtett téged. Akárhogy érzed magad, akármilyen levert vagy, fáradtnak, rossz kedvűnek érzed magad, vagy megsebzettnek, vagy éppen, éppen jó helyzetben vagy. Isten arra hívott el, hogy az életed valóban ilyen bővelkedő élet legyen ebben az Isten igének, a léleknek, a munkájának a következményében, termésében, gyümölcsében. Arra hívott el, hogy az ő szeretete, Isten szeretet, az öröme, a békessége, az a türelem, amelyre felé van a szívesség, a jóság, hűség, szelítség, vagy az önmegtartóztatás, hogy a léleknek a, a gyümölcseként, illetve az igének a következményeként bővelkedően ott legyen az életedben. El tudod-e képzelni, vagy álmodozol -e arról, hogy százszor annyi szeretet legyen benned, mint most? Vagy akár csak kétszer annyi. Istenek az a terve, hogy ez így legyen. Elképzelni is lehetetlen. hogy Tényleg lehetséges ez, hogy mélyebb bőségesebb örömöt szeretne Isten az életemben vagy békességet, akár százszorosát. Hogy lehetséges? Sehogy, emberileg semmiképpen. De nem is emberi kérdés ez, az, amiről ma olvastunk, az az Isten igéje, az Isten magja, mennyei dolog. Nem emberi, hanem mennyei. De mégis a te életedben, az életemben lehet ez valóság. És ez a tanítványság, aminek döntő jelentősége van annak, hogy milyen a szívemnek az állapota, abban, hogy az, amit Istentől kapok üzenetet, az mennyire fordul termőre. Mennyire lesz valóság a mindennapokban, a gyakorlatokban. Nem azért, mert szokásokat elsajátítottam, a szokások azok keretek az életünkben, nagyon fontosak a keretek. Nincs olyan, hogy szokás nélkül élünk. Mindenkinek kellenek szokások, de a szokások még nem határoznak meg bennünket, az csak lehetőséget ad, illetve kereket. A szíved állapota fog meghatározni, hogy ki vagy. Amilyen a szíved, olyan vagy. Lehet, hogy emberek ezt nem látják, mert viselkedni tudunk, el tudjuk játszani azt, hogy jobb embernek vagyunk jobban, el tudjuk titkolni a hibáinkat, megpróbáljuk, nagyon jól tudunk képmutatóak lenni. Ezt nagyon jól megtanuljuk a felnőttséghez, hozzá tartozik ez a felnőtt emberi létez, hogy ez, ebben gyakorlottak vagyunk. Isten ebből szeretne megszabadítani, hogy nem ez mutatja meg, hogy ki vagy. Hogy milyen szép rendet tudsz tenni, amikor jönnek a vendégek. Olyan a lakáson, amilyen a hétköznapokban. Pont olyan vagy. Az, hogy milyen rendet tudsz rendelni, amikor mások jönnek, az nem baj, ez szép szokás, hogy valakit hívunk, és akkor szeretnénk rendet rakni. Minél többet hívsz vendég egyébként, annál többször fogsz rendes rendet rakni majd, mert szeretnél megfelelni. A vendégfogadás egy nagyon fontos bibliai lelki ajándék, illetve szolgálat is. Szóval olyan leszünk. És amilyen a szívemnek az állapota, a valódi állapota, az vagyok az Isten előtt is. Ráadásul Isten igen, nagyon egyértelmű, Isten a szíveket vizsgálja. A szívünkből kiinduló tetteket. Néha az zavar bennünket, hogy a Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy a tetteink alapján megítéltetők. Igen, de Isten látja a tettek mögött lévő szándékot is, a szív állapotát, és azzal együtt fog megítélni. Mert a tettekben fog valóságá válni, hogy mi lehet, mi van a szívünkben. Mi fontosabb? Az, hogy valamit tudjunk, ismerjünk, megtanuljunk, vagy az, hogy ezt hogyan is gyakoroljuk. A tudás, az ismeretünk és a szívünk állapot, ez viszonylag nagyon fontos összefüggés, mert értenünk kell, hogy a tudás önmagában fontos, de egyáltalán nem elégséges. Máté 13.3-ban felolvasott igében azt ö, olvastuk a harmadik ö, versben, Elmondott nekik sok mindent, már mint az Úr Jézus Krisztus, a tanítványoknak és mindazoknak, akik hallgattak. Elmondott, Íme kiment a magvetővetni. Nem azt mondta, hogy majd a szentlélek mindent elmond nektek. Sőt, később majd utalunk rá, hogy a szentlélek majd eszünkbe jutat sok mindent, nem elmond. De Jézus elmondott, meg kellett hallani, amit az Úr Jézus mondott, oda kellett menni. Aki nem ment oda, az nem hallotta. Aki oda ment, az hallhatta, de nem biztos, hogy megértette. Pont ezzel a példázattal kapcsolatban jól látszott, nem biztos, hogy megértette, hogy mi történik ott. Tehát meg kell hallanom, meg kell értenem, de van egy mélyebb szint is. Hogy eljut-e a szívem mélyéig, eljut-e oda, ahol valóban változást tud hozni Isten szava. A Római Levél 10. rész 14. verse arról beszél, hogy szükség van arra, hogy halljuk. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Igére, ige hirdetésre nem csak itt szó széken, hanem te, amit az életeddel is képviselhetsz, Isten igéjéről szükség van. Tudásra, ismeretre szükségünk van abból következik az, hogy a szívünkbe is bekerülhet Istennek igéje, de a tudás önmagában veszélyes is lehet. Kétszer, és figyelmeztet az korintusi levél erre, az I. Korintus 8.1-ben azt mondja Isten igéje, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tegyük hozzá, az ismeret szeretet nélkül felfúvalkodottá tesz. Mert úgy gondolom, hogy én többet tudok másoknál, ezért több vagyok. Nem. Amíg a szíved nem jobb, nem vagy több másoknál, és nem is leszel több. Ha meg a szíved jó, akkor nem is fogod másoknál többnek gondolni magad. Ha csak ismereted van, nem kerül a szívedbe Istennek az igéje, akkor tényleg gögös, gőgös leszel, többnek gondolod magad. Veszély, még az Isten igével kapcsolatban is. 2 Korintus 3.6-ban szintén erről beszél, ő tett alkalmasá minket arra, már mint az atya, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleki, mert a betű megöl, a lélek pedig meleg ellenőri. Még egyszer, a betű lélek nélkül ölni tud. A történetet nézzük végig, elég sokszor megtörtént. Szó szerint hatalmas háborúk, milliók haltak meg, azért mert betű volt, Isten igének a betű is, és közben pedig emberek haltak bele, mert lélek nem volt benne. Nagyon figyelni kell. Ezt Isten igéjét, amit olvashatunk is, azt először a mennyben álmodták meg. A lélek sugallatára, lélek kinyilatkoztatására írták le azok, akiket Isten erre biztatott. Isten igét én is olvashatom, de Isten szent lelkét kell kérni mindannyiszor, hogy az megelevenítse számomra. Újját tegye. Tudásra szükségem van. Nagyon nagy szükségem van arra, hogy az igét olvassam és tanulmányozzam, mert a szent használni fog le ezt. Az előbb említettük János 14.26-ban van az az igen, amikor azt mondja Jézus, hogy a szent lélek, ami most is itt van közöttünk, és akik már elfogadták Jézus Krisztus, azoknak a szívébe is elkezdett munkákat, János 14. 26 ban mondja azt, hogy eszünkbe fog juttatni mindent, amit Jézus mondott. Tehát amikor tanulmányozom Isten igét, az bekerülhet a szívembe, és a Szentlélek fogja a megfelelő igében előhozni, vagyis akár természt is hozni belőle. Az értelmemből kell átkerülni a szívembe Isten igének. Amikor ez nem történik, meg csak hallom, de nem kerül be, akkor Jézus erről úgy beszélt a Máté 1319 ben hogy olyan az, nem olyan, bocsánat, ez nem olyan. Ekkor az történik, hogy az ördög ellopja azt az esélyedet, a lehetőségedet, hogy változást legyen az életedbe. Eljön a gonosz, elragadja azt, ami a szívükben van, vetés és az eset. Még mielőtt, mert nem, még nem került be a szívükbe, még mielőtt a szívükbe esett, oda való volt. A szívbe. De mielőtt leért volna, hogy nem értették, nem figyeltek oda, az ördög elvette a lehetőséget, hogy a szívükbe bele is kerüljön. Ne csak vetve legyen oda, hanem hogy bele is kerüljön. Nagyon fontos, hogy a szívembe kell belekerülni az igének. Ezért úgy kell figyelem, úgy kell hallgatnom, hogy az értelmemet is használjam. Ezért van annyira szükség arra, hogy Isten igéjét tanulmányozzam. Nem csak egyszerűen elolvassam, a tanulmányozás most abba több, amit elmondtam, hogy utána járok, időt hagyok arra, hogy maga az Isten tanítson ezen keresztül. Hogy a lélek le tudja nekem fordítani, üzenni tudjon. Akkor a gyönyörűség. Amikor olvasom az igét, és a lélek érezteti a szívemben, hogy Isten gyermeke vagyok. Hogy tudom azt, hogy a, a Teremtő Isten azért menjen, Atyám, hogy szól hozzám. Pedig nem nekem írták csak azokat a szavakat, de mégis a lélek tudja ezt kimondani. Ő tud ebben bizonyossá tenni. Ez az, amikor hittel indulunk neki egy igének, és utána a tudás lesz belőle. Nem azért, mert mindent megtapasztaltunk, hanem a léleknek, a hitnek a tudása. Az igét tanulmányozásra ezért van szükség, a zsoltár, író erről beszélt az első Zsoltárban, ami az összes Zsoltárnak a bevezetője, az első Zsoltár második, harmadik versét többször idéztük mostában, azt mondja, hogy a boldog az az ember, aki az úr törvényében gyönyörködik, az ő törvényről elmélkedik éjjel-nappal. Vagyis Isten igét hagyja, hogy hasson az ő szívébe. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fajam, idejében megtermít gyümölcsöt, nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Pont erről beszél, amiről Jézus később hogy ha Isten igét hagyjuk, hogy az életünkbe elkezdjen munkálkodni, a fejünkből, a hallásunk után, a gondolataink közül bekerüljön a szívünkbe is, akkor ott csodát fog véghez vinni. Talán nem kicsit, hanem sokkal inkább tudsz majd szeretni. Nem egy kicsivel jobban, nem emberileg próbálsz még erőlködni, hanem az Isten szeretete miatt, az ő jelenléte miatt, az ő öröme miatt. A szív keménységének annak komoly veszélye van. Azt olvastuk ebben a példázatban, a 20. 21. versben. A köves tanajra esett pedig az, akik hallja az igét, az örömmel fogadja, de a valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Milyen nyomorúság vagy ültözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A szív keménységének nagyon komoly veszélye és átka van. Nem játék dolog. Nem olyan, amit könnyű túlesni, hogy egy kis bűnről van szó. A szív keménysége nagyon megáltalkodottá tud tenni. És vigyázat, ezt le lehet önteni egy olyan kis mázzal, ami azt sugallja, hogy eljövök gyülekezetbe, vagy éppen egy más vagy, Isten tiszteletre. Nagyon tetszik, amit hallok. Örömmel is fogadom, de aztán semmilyen, de semmilyen változás nem lesz az életemben. Jönnek a hétköznapok, jönnek a gondjaink, a problémáink, és mintha nem történt volna semmi, semmilyen gyökeret nem ereszt, az az ige. A kemény szív és a, annak a hatalmas kövei, azokra rettentően kell odafigyelni. A római Levél ötödik, második rész, ötödik vers azt mondja, hogy te azonban kemény szívvel gyülekezeti tagoknak mondja. Tehát nekünk, nem hitetlen embernek. Kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a haragnapjára, amikor Isten kihirdeti az igazi életét. Megtérés nélkül. A kemény szívvel ez a probléma, hogy a valódi megtérésemet is gátolja. És valami radikális változásra van szükségem, nem csak annyi, hogy uram bocsánat, hogy elkövettem ezt vagy azt a bűnt. Van ilyen is, a bűnöket is meg kell vallani és ö, le kell tenni. De a kemény szív az egy sokkal mélyebb dolog. Mi lehet a kemény szív mögött leginkább? Vagy mi az, ami, ahol fölismerhetjük? Az legtöbbenetesebb dolog, amit Jézus tanít, a mi atyánkban benne van, és utána megerősít. Máté van 6. és 13. 14. vers. Ezt az egy mondatot kierősíti Jézus az úrtól tanult imádságba ne vigy minket ki, bocsát a következő versek még, mert ha az embereknek megbocsátjátok a védkeiket, nektek is megbocsát mennyi atyátok. És a következő még, 15. Ha ugyanezt nem te, ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a védkeiteket. Na ez egy hihetetlen erős kő az életünkbe, egy iszonyú kemény szív. Ezt általában nagyon elnézőek vagyunk magunkkal szemben, a meg nem bocsátott dolgokkal, a vádaskodásokkal, a haraggal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, és ez a legnehezebb ebben, hogy igazunk van. És mivel igazunk van, ragaszkodunk a köveinkhez. Azokhoz a kövekhez, amik egyébként pont az Istentől fognak elválasztani. Ez egy nagyon nehéz csapda. Legtöbb ember, aki nem tud megbocsátani, aki igaza van. Tényleg megbántották. Tényleg vétettek ellene. Lehet, hogy nem olyan erőséggel, mint ahogy ő látja, de valósággal. Legtöbbször valóságosan és úgymond igazságosan haragszunk, vagyunk megbántva, és érezzük, hogy nem akarunk, legtöbbször nem akarunk. Azt szoktuk, hogy nem tudok megbocsátni, de hogy is. Nem akarok megbocsátani. És ezek a kemény szívnek egy nagyon jellemző tulajdonság. És figyelj, amit Jézus mond, hogy ez elválaszt attól, hogy az Isten tudjon valamit kezdeni az életemben. Mert ő viszont megbocsátott. És ugyanúgy visszakérdezem, nem volt igaza Istennek, nem lenne igaza Istennek akkor, hogyha engem elítélne engem bűnös, paróci Zsoltot? Nem lenne igaz akkor, hogyha egyből mennék a pokolra, és semmi esélyt nem kapnák? Teljesen igaza lenne. Teljesen igaza lenne, ha nem bocsátana meg nekem. Igaza lenne. Semmit nem szólhatnék érte. De nem ezt az utat választotta, esélyt adott. Az már más, hogy én élek is. Néha összekeverjük a megbocsátás azzal, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben lenne a másikkal kapcsolatban. Megbocsátás nem erről szól. Megbocsátásba valamennyire mindenképp belehalok, hiszen ténylegesen ellenem vétettek. Megbocsátás azt jelenti, hogy esélyt adok annak, aki ezt tette. Lehet, hogy nem fog vele élni. Nem fogunk kibékülni, mert ő nem kész rá. De az én szívem szabad a kövektől. Mert az Isten is megszabadított engem. Ő megbocsátott, és én is megbocsátok. Kész vagyok arra, hogy ezeket a köveket nem hurcolgatom tovább, és itt nem csak arról van baj, hogy engem leterhelnek, hanem valóságosan az Isten igéje nem tud majd gyökeret ereszteni. Amíg meg nem bocsátasz tiszta szívből, ne várd azt, hogy Isten igéje majd növekedést ad az életedbe. Teljesen egy helyben fogsz topogni. Újból és újból. Akármennyi imádságot fogsz elmondani, akármennyi igét fogsz olvasni, mind le fog peregni rólad. Csak azért, mert nem vagy kész a legfontosabb lépés, amit most Isten megtett veled, mert nem olyat kér, amit ő ne tett volna meg. Hogy kész vagy elengedni ezeket a tartozásokat, ezeket a keménységeket. Mert szabad akarsz lenni. És a legnagyszerűbb ebbe az, hogy miközben attól félünk, hogyha megbocsátunk, akkor majd mi lesz, ki vagyok szolgáltatva, akkor tudok valóban szabad lenni. Amikor elfogadom Istennek ezt a szabadságát, és ebben élek. És Istennek a megoldása az lesz, ezért kell 36 amikor kész leszek erre, hogy valami fantasztikus változást elhoz az életedbe, új szívet adok nektek, új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a külszívet, és húsz szívet adok nektek. Na ez az, amit Isten meg tud tenni fölszabadít ezekkel a lokkövek alól. Az ő szeretetéből, kegyelméből, avval, hogy ő vezet bennünket. Az életünknek mennyei célja van elhívása, és a földi vágyainkat ezekkel nagyon fontos összehangolnunk. 22. 23. versben a magyarázatban azt mondja Jézus, hogy két külön életút van azoknak, akik egyébként hisznek, templomba járnak, és szeretnék Isten követni. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Akiknél pedig jóföldbe esett, azok hallják az igét, és terméshoz 160, illetve 30 annyit. A csakföldi, csak testi vágyak, azok mindig tövises bozótot fognak hozni az életembe. Életet, csak tövises, bozótos életet. Az azt jelenti, hogy szúrni fogok, lesznek virágok rajta, csak semmilyen értékes termést nem fog hozni. Lesznek benne örömök, de ilyen semmit érő életet hoz. Mert csak olyan dolgokhoz ragaszkodok, olyan vágyaim vannak, ami Isten nélkül működnek. A megyei elhívás pedig valódi gyümölcstermő élet. Ez egy két teljesen másik út. Timotos azért első levél 6. rész 9. versében látjuk az egyiket, akik pedig meg akar gazdagodni. Figyeljünk, itt nem az, hogy meggazdagodik, hanem meg akar. Tehát az a szíve vágya, nem számít, hogy Istennek kedves, nem kedves, szolgál nem szolgál, meg akar kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek emberek pusztulásba és romlásba döntik. Ez a tövises élet. Ezt választottam. A másik pedig, a János 15.8, amiben Jézus beszél arról, hogy Isten mire hívott el bennünket, az lesz az én atyám dicsőség, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Az egyik az csak a földre, csak a testi vágyakra koncentrál, a másik pedig a mennyei elhívásra. Ez az, amire elhívott előttünk. A bozót, vigyázzatok a bodózót, a tövisek, azok mindig erősebbek lesznek, ha hagyod őket növekedni. Mindig erősebb lesz, magától is növekszik. Ezért kell kiirtani már az elején, a szívedből. Még egyszer, a szívem állapota, helyzete határozza meg az, hogy ki leszek. Nagyon rossz az a tövises szív is, ami tele van tüskével, értéktelen dolgokkal, de kiszorítja az értékeseket. A zsidókhoz írt levél 12. rész 15. verse azt mondja, hogy ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozjon, és sokakat meg ne fertőzzön. Miért büntetik azt, hogyha valaki a földjét nem gondozza? Ha hagyja, hogy a gyomok fölnőjenek. Hiszen az ő területe azt csinál, amit akar. Nem csinál azt, amit akar. Megbüntetik. Komoly büntetést kaphatnak azok a gazdák, akik ezt megteszik. Miért? Mert megfertőzik a többit is. Miattuk kell másoknak szenved. Hány olyan helyzet van, hogy miattam szenved más? Én hagyom, mert hát az én életem. Én miért ne haragudhatnék, miért ne lehetne az, hogy ez a keserűség ott legyen az életemben? Csak hát hány embert fogok megfertőzni? akár csak a családomba, a közösségben, a munkahelyemen, a keserűségemmel, az epés megjegyzéseimmel, a gúnyolódásaimmal, mindazzal, ami keserűség ott van az életemben. És hagyom, hogy fölnőjön, mert ez megint olyan, hogy úgy érzem, hogy akkor magamat legalább sajnálhat. Ha már senki nem sajnál engem, akkor legalább magamat sajnáltassa. Annyira sok dolog ott tudunk másképp látni az önző szemüvegen keresztül, az énünkön keresztül, amitől meg kell szabadulnunk, és ráadásul itt is az van, hogy másoknak az életését is megkeserített. A bozótos élet az mindig mások életét meg fogja keseríteni. Nagyon nehéz ahhoz jól hozzáállni. Viszont a termés azt jelenti, mindenfajta gyümölcs termés, hogy az mások életét tudja meggazdagítani, megízesíteni. Sokszoros termés. Olyan, amit az Isten hívott el. Efézus 2.10, mert azt olvasjuk, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Néha itt a jó cselekedetekre koncentrálunk, és nem veszük észre azt, hogy Krisztus Jézusban. Tehát azok a, úgymond, jó cselekedetek, amik a hittel teljes, szeretettel teljes szívből fakadnak. Erre lettél teremve. Erre a tiszta szívre, erre a szeretetteljes szívre, erre az örömmel teljes szívre. Mert boldogok, akik tiszta szívűek. Mert ők meglátják az Istent. Ez a mennyei terv az életeddel. Nem kevesebb, hogy ilyen gyümölcsöző életet éljél. De ez attól függ, hogy a szívedet hogy tartod. Isten áldjon meg ebbe bennünket, hogy észrevegyük, amin változtatni kell. Halljuk meg az Isten igényét, tanulmányozzuk. Legyünk készek arra, hogy ezeket a köveket az életünkbe kitakarítsuk, és azt, hogy a mennyei célok beleplántálódjanak az életünkben. Amen.